A budapesti Pozsonyi úti református egyházközség otthona, a Hálaadás templom, Újlipótváros és Angyalföld határán, a Duna partján áll. Impozáns méretű, különálló tornya és főbejárata, a klasszikus görög hatású, középen keresztel koronázott oszlopcsarnokkal a Margit szigetre néz. A gyülekezet létrejöttében fontos szerepet játszott a Református Egyház központi presbitériumának 1920. decemberi határozata, mely Fővenyesi Pál lelkipásztort missziói szolgálattal bízta meg a főváros ekkor még külső, munkások lakta kerületének gondozására. A gyülekezet építés hosszú, küzdelmes évei után 1935. decemberében írták ki a Hálaadás templomának tervpályázatát, melyen Tóth Imre első, Halász Jenő második díjat nyert. A végleges terveket közösen készítették el. Az ünnepélyes alapkőletételt 1937. április 25-én Ravasz László püspök végezte. Már az építkezés megkezdésekor nagy gondot jelentett a feltöltött talaj, ezért a templom és az egyház épület alapozásához több mint 300 cölöpöt vertek le. Arra azonban senki sem számított, hogy a legnagyobb terhelést jelentő épületrésznél, a toronynál gyógyvíz tör fel. Ezzel újabb technikai és anyagi kihívás elé állítva a gyülekezetet. Végül 1940 adventjének második vasárnapján csendült fel a hálaének a templomban, jelezve az építkezés hosszú évei lezárultak. Ím béjöttünk nagy örömmel, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetibe, a te templomodba, felséges Atya Isten. A templom homlokzatán ma is hirdeti a felirat, Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. A világháború ember próbáló éveit is ezzel a lelkülettel élte a gyülekezet, és első lelkipásztora, a későbbi püspök, Berecki Albert, fontos szerepet vállalva az embermentésben, valamint az árvák felkarolásában. A templom orgonaavató hangversenyére írt a Kodály Zoltán a 114. Genfi Zsoltár című művét. Református istentiszteletet közvetítünk a budapesti Pozsonyi úti református templomból. Igét hirdet Kovács Tamás lelkipásztor. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldott az Úr. Amen. Áldást, békességet kívánok.
Hitem szerint Isten hozta a kedves testvéreket, és a tévé előtt nézik ezt a tiszteletet, jó szívvel, szeretettel köszöntjük őket is. Helyünket kérem, foglaljuk el, és egész alkalmunk alatt maradjunk ülve az Úr imádságig és az áldásig. Áldjátok Istent szent templomában, dicsérjétek felségének égi udvarában. Hallgassuk meg gyermekeink közöntő énekét. Köszönjük szépen, ugyanilyen lelkesen és jó szívvel énekeljünk mi is. A genfi zsoltár a protestáns világörökség része. Énekeljünk genfi zsoltárt imádságos lélekkel, 42. zsoltárunk első és 7. verszakait. Thank you.
Pál apostol kezdi így minden levelét, kezdjük el mi is tiszteletünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy örökké való Urunk, édes Atyánk, hogy te ezt a világot annyira szeretted, ide küldted egyszülöttedet, Jézus Krisztust. Tudtad, hova küldöd, mi vár rá, s te mégis küldötted. Világon akkor sem volt sok szeretni való, meg ma sincs sok szeretni való. Mégis küldted szeretetből, kegyelemből. Áldunk, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt a világot felvállaltad, ezt a megkergült, megőrült világot felvállaltad. A menny magas tisztaságából eljöttél ide, háborúk, robbantgatások, gyűlölségek világába. Nem csak beköszöntél, nem látogatni jöttél, itt vagy most is, azóta is. A rókának volt barlangja, az égi madárnak fészke, neked sokszor nem volt szállásod, mégis maradtál. Emberek nem értettek, kinevettek, csúfoltak, keményen bántottak, nem sértődtél meg. Feljelentettek, besúgtak, hamis tanúk könnyedén jó pénzért feljelentettek, tanúskodtak ellened, kivégeztek, s te mégis vállaltad. Köszönjük. De mi érezzük most itt közelségedet, a feltámadt és élő Úr közösségét. Itt vagy egészen biztos. Érezzük egészen közelről. Tudjuk és látjuk és tapasztaljuk. Uram, koldusaid vagyunk, annyit kérünk tőled mindig. Kissé eltorzult imádságunk, mert mi azt úgy értjük, hogy könyörgések meg kérések. Szabad kérnünk, kérhetünk, te bíztatsz, most mi is kérünk. A legnagyobbat kérjük, áld meg tiszteletünket. Mi készülhettünk bárhogy, bármilyen pontosan, odaadóan, precízen, ha te nem adsz áldást, mindez csak erőlködés emberi értelemben. Az a csodát hadd éljük meg, hogy emberi hangon át te szólsz, mi ezt megérthetjük, az táplálékká lesz, és elvihetjük. Szentlélek Isten, benned bízunk egyértelműen, tiéd szívünk, tiéd lelkünk. A világ annyi mindent üvölt a fülünkbe, indulatot, bosszút, rémhírt, mi szeretnénk örömhírt hallani, Urunk, nem rémhírt. Áld meg, kérünk tiszteletünket. Amen. Hallgassuk jó szívvel az énekkar szolgálatát, Szvéling 96. zsoltár feldolgozását. Thank you.
Kedves testvérek, hallgassuk, olvassuk együtt Isten igéjét, János evangéliuma 12. részéből, a 20. verstől a 26. versig. A mai napi új szövetségi ige szakaszból. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bécsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt neki. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Isten tegye áldottá az ő igéjének útját életünkben. Énekeljük a 461-es dicséretünket. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján ma közöttetek, Isten üzenetét hirdetni kívánom. Megírva található János evangéliuma 12. részében. A felolvasott versek közül most a 24-et teszem, ismét hangsúlyossá. Jézus mondja. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad.
de ha meghal, sokszoros termést hoz. Hol a helyem? Mi a dolgom? Ki vagyok? Olyan kérdések ezek, amelyeket gyermekkortól felteszünk. Ifjúkorban fontossá válik a pályaválasztáskor. Merre menjek? Hol van feladatom? Aztán felszoktuk tenni ezeket a kérdéseket akkor is, amikor kudarcok élnek. Vajon tényleg a helyemen vagyok? Feltesszük, amikor életünk egy-egy csúcsára érkezünk. Körülnézünk onnan föntről, hogy vajon jó helyre érkeztünk-e meg, vagy máshol kéne lennünk. És végül feltesszük életünk alkonyán is. Ki is vagyok? Hol is vagyok? Betöltöttem a küldetésem. Jézus a földbe vetett búzamag példázatával ugyanezt teszi. Meghatározza, kimondja a helyzetét, a küldetését. A földbe vetett búzaszem nem hal meg, ha nem hal meg, önmaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Ez ő. Jézus Krisztus az életét adja a világ javára, a világ megváltására. Hatalmas, fölfoghatatlan üzenete van ennek a példázatnak. És fontos megjegyezni, hogy akkor mondja ezt, amikor úgy emberileg nézve a csúcsra ért. Virágvasárnap a tömeg királyként fogadja. A farizeusok megállapítják, nincs mit tenni, a világ őt követi. És most a felolvasott ige szakaszban is azzal szembesülünk, hogy a pogány világ is már elindult Jézus felé. A görögök kérdezik Fülöpöt, az egyik tanítványt. Uram, Jézust szeretnénk látni. A ráirányuló figyelem, a népszerűség, ez a pozíció, ez akár kisítéssé is válhatna, de nem a mi Urunk számára. Ő egészen másképp látja a helyzetét. És a görögök érdeklődése jellé válik a számára. Mondhatjuk, most teljesedik be az, ami Ézsaiás könyvében olvasható, népek világosságává tettelek, hogy eljusson szabadításom a föld végső határáig. Eljött az óra, hogy megdicsőjön az ember fia. Most történik majd keresztre feszítése, felemeltetése. Elérkezett az idő. És ebben a helyzetben, ebben a felismert helyzetben fogalmazza meg a földbe vetett búzaszem példázatát. Mint egy értelmezve mindazt, ami vele történik. De hallgatva a példázatot, rádöbbenek arra, hogy ez valahol engem is érint, rólam is szól. Ha közöm van Jézushoz, akkor itt ő valamit rólam is elmond. Minél többet megértek belőle, annál többet tudok magamról is. Hol a helyem? Mi a küldetésem? Ki vagyok? Jézus segít nekem ezzel a példázattal. Az elmúlt héten egy néni a templom kertünk kerítésénél átsorgott. Nagyon lekötötte az a virág, az a nyíló virág, amit belül látott. Szinte bedugta az orrát, az arcát a rácsok között. Aztán
elővette a kis mobiltelefonját, benyújtotta a kezét, hogy minél jobb szögből készíthessen képet a virágról. Azt gondolom, ilyen buzgóságra van szükségünk nekünk is. Ez az érdeklődés szükséges ahhoz, hogy igazán megértsük a búzamag titkát. Jézus sokkal többet látott ebből a világból, sokkal többet megértett a teremtő akaratából, és ezt a tudást adta át a példázataiban. Aztán eszembe jut egy fiú is, az ifiből, aki most pénteken a mobiltelefonján mutatta az éjjeli lepkéket. Ő tenyésztette őket. Mutatta a hernyót, a bábot, amiből lett. A hernyónak el kell múlnia, hogy a csodaszép lepke világra jöjjön, jellé váljon gyönyörű mintázatával. Hát ezzel az áhítattal, ezzel az odafigyelő áhítattal kell figyelnünk a példázatra, hogy a mondani valója, az üzenete igazán a miénk lehessen. Mondhatjuk azt, az első nemzedékek már jól értették, nagyon sokat megérthettek Krisztus titkából. Hadd idézzem most a Krisztus himnuszt, a Filippi beliekhez írott levél második részéből. Itt mintha bővebb kifejtésre kerülne mindaz, amit a búzaszem példázatában olvasunk. A Krisztus himnusz szerint nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberré lett, egy lett mi közülünk. Odaadta magát, nem maradt meg magának, maga dicsőségében. Osztozott velünk az ember sorsban, minden nyomorúságunkban, mint a búzamag a földben. Vált velünk egyé. És vállalta, hogy elhal, mint a gabonamag. Engedelmes maradt egészen haláláig, a kereszt halálig. Így dicsőítette meg őt az Atya. Így teljesedett be a mi Urunk küldetése. De nem ér véget a magyarázat, a példázat megértése, hogyha mindezt csak Krisztusban látjuk meg. Mert nagyon sok van itt elrejtve, ami ránk vonatkozik. Nekünk mondja segítőleg, hogyha közöd van hozzám, értsd meg. Így folytatja a példázat magyarázatát. Aki szereti az életét, elveszti. Aki gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Nagyon fontos szavai ezek Jézusnak. A másik három evangéliumon is többször előkerül. Bár nehezen érthetők, nehezen emészthetők ezek a szavak. Megütközést keltőek talán. De annál inkább oda kell rá figyelni. Megkerülhetetlenek ezek a kifejezések. És éppen talán mondhatjuk, a búzamag példázata teszi igazán érthetővé ezt az igét. Menjünk bele egy kicsit mélyebben. Egy kis nyelvi elemzésre van szükség, hogy közelebb kerüljünk az üzenethez. Szó szerint mondhatnánk így, aki szereti, aki ragaszkodik a lelkéhez, az énjéhez, önmagához, az elveszti azt. Aki gyűlöli az énjét, önmagát a világon, örök életre őrzi meg azt. Mit jelent ezt, hogy gyűlölni? Ez egy nagyon fontos szó. Nagyon tág a görögben a jelentése. Mondhatnánk így, semmibe vesz, megvet. Ne gondoljunk valami beteges lélekre, aki nem bír magával, aki nem tudja magát elfogadni, mert egészen másról van szó. Egy magyarul jól beszélő görög fiatala ember így adta vissza a jelentést. Nem ő jelenti a csúcsot többé. Nem ő a csúcs a számomra. Valahol itt van a lényeg. Nem én vagyok a csúcs. Nem én vagyok az első.
elengedhető vagyok. Nem az én gondolataim, nem az én érzéseim, nem az én akaratom az első. Jézus a csúcs. Ő az első. Ha meghalok az ő számára, oda engedem. Ha hagyom, hogy ő legyen a csúcs, akkor nyerek meg mindent. Vele nyerek életet. A modern agykutatás felismerte, hogy az idegrendszer működésének van egy egészen sajátos vonása. Ha valamiről szeretnék lemondani, valamiről szeretnék megszabadulni, akkor ezt nem úgy tudom igazán megtenni, hogyha erőfeszítést teszek, küszködök, szembesülök, hanem úgy, ha találok valamit, ami vonzóbb, valami jobbat, többet, ami többet ér, egy új utat, egy új megközelítést. És tulajdonképpen ez a Biblia igazsága is, ez a hívő ember igazsága is. Nekem Jézus a csúcs, nincs több és nagyobb. Ő a minden. És így tudok lemondani az önző énemről, gyengeségeimről. Mert van valami, ami fontos. Őt megnyerem, és ez elég lehet arra, hogy szabaduljak. Hogy valamit legyőzzek az életemben. Benne nyerek igazán életet, jövőt. Így lesz gazdag a termés. És itt térünk vissza a példázathoz. Ha a gabonamag elhal, akkor új kezdődhet, valami új. Új élet fakad. Gyarapodás és növekedés az én életemben is. Ha Krisztus a csúcs, ha Krisztus az első. Krisztusban így növekedhetek. Így tűnhet el minden, ami útjába van ennek. Hol a helyem, mi a feladatom, ki vagyok. Krisztusban találom meg azt. Hamar István lelkipásztor az igeszakasz magyarázatánál egy erdélyi szerző könyvének címét említi. A rög alatt Balázs Ferenc önélet írásának a címe ez. Fiatalon eljutott Amerikába, körbeutazta a világot, rengeteg tudásra, tapasztalatra tett szert, és így tért vissza aztán szűkebb hazájába, vállalt állást, unitárius lelkészként egy kis faluban, aztán tanítóként is szolgált. Elfoglalta a helyét, a megértett helyét, amit Istentől kapott, mint a gabona mag is a földön. Nem tartotta meg magának a tudását, nem a magára használta mindazt, amit gyűjtött, micsoda pálya, karrier lehetett volna előtte. Vállalta a kis falut, az ott élőket, bújja rög alá, ez volt a mondandója, és itt teljesedhetett ki az élete. Nem tesz mást, csak egyszerre kezdi megosztani, amit kapott. A tudását, tapasztalatát, és aztán figyelni kezdenek rá az emberek. Nem csak a faluban, hanem Erdély szerte. Sokan mennek hozzá, sokan keresik a tanácsát. És lesz a két világháború időszak közötti időben az egyik vezető szellemi értelmiség. Búj a rög alá. Ezt érthetjük meg Balázs Ferenc életének üzenetéből. Fogadd el a helyedet. Így válhatsz áldássá. Így mutatkozik ez a növekedés, a csodálatos termés. Oda szánhatom az életemet neki. Igazán. Valahol itt értem meg a predestináció lényegét is, ahogyan mi értjük az eleve elrendelést. Nem a végzet, nem a vaksors, nem karma, hanem hálával fogadjam el az Istentől kapott helyemet, hálával rendeltetésemet. Fogadjam el, ahol engem látni kíván,
ahol engem használni kíván. Így teljesedik be a sorsom, így teljesedik be az életem. És mennyire fontos itt az önkéntesség, hogy valóban önként történik. Ha engem kényszerítenek rá, akkor elfogy az erőm. De hogyha önként vállom, önként magamat odaadom, akkor halmozódni kezd. Gondoljunk a magra, amely ott van a föld alatt. Micsoda energiát fejt ki, hogy kibújjon, szárba szökjön, zöldeljen a vetemény. Hát így kapottam én is az erőt. Ha önként teszem, önként vállom Isten előtt, tőle elfogadva. Egy templomi pitő gyülekezet példáját hadd mondjam, így idézték a maguk helyzetét, hogy nem volt semmink, csak a hitünk. De elfogadták a feladatot, Istentől fogadták el a templomépítés nagy feladatát, és Isten megáldotta őket. Hatalmas kreatív energiák szabadultak fel. Egyszerre mindenre lett elég, és szépen, sorban, lassan megépülhet az Isten háza. Szálljam oda magam, és látom a csodást. Látom a gyümölcsöt, a növekedést. Bizonyára sokan tudják, hogy tegnap kihúzták az ötös lottón minden idők legnagyobb nyereményét. Most ebből a példázatból megértem azt, hogy az az egy szem búzamag sokkal többet ér, mint bármilyen összeg, ami a te bankszámládon megjelenik. Az az egy szem, annak távlata van. Isten igéje megmutatja. De hogyha az az egy búzaszem, az az egy szem ilyen értékes az Isten számára, akkor mennyivel inkább te, testvérem? Mennyi minden kijöhet belőlünk, ha odaszánjuk, odaadjuk magunkat. Ott vagyunk, ahol Isten rendelt. Elfogadom, mint a búza maga rendeltetését. Milyen nagy dolgok történhetnek. Az áldás az életemen lehet ezerszeres. Csak szánjam magam oda. Igazán. Az ige szakasz elején szó van az érdeklődő emberről. Másfelől érkezőkről, akik eljönnek a templomba, hogy imádják az Urat. Ők kérik Fülöpöt, Jézus tanítványát. Uram, Jézus szeretnénk látni! Mennyire jó érzés is ez, mennyire melengeti a szívünket, amikor nekünk mondják. Jézust szeretnénk látni. De szögezzük le gyorsan. Nem ránk kíváncsiak. Nem mi vagyunk a fontosak. Nálunk keresik. Vizsgáljuk meg tehát magunkat. Tegyünk meg mindent magunkért, családunkért, itt a gyülekezetben, az egyházunk közösségében, hogy a Jézust kereső ember közöttünk rátaláljon. Vegyük észre, adjunk dicsőséget a közöttünk dicsőségesen munkálkodó Jézusnak. Az Úr az én pásztorom. Hallgassuk meg most Gárdonyi Zoltán kórusművét, amelyet a 23. Zsoltár szövegére komponált.
Imádkozzunk. Mennyei kegyelmes atyánk, kérünk, halld meg hozzád, hol szóló, hol bátortalanul suttogó, hol messze kiáltó szavunkat. Akármilyen hevülettel is fordulunk hozzád, mindegyik neked szól, Uram, mert téged keresünk vele. Ha a földi tengelyen és a racionalitás talaján maradva nézünk szét a világunkra, nehézségeinkre, bűneinkre, akkor nem lehet nyugodalmunk. Nem úgy az általad szüntelenül és korlátlanul kínált mennyei nézőpont és kapcsolódás által. Könyörgésünk elején ezt a határtalan ajándékot köszönjük meg neked. Hogy csatornánkat a földiről a mennyeire hangolhatjuk, mert te mindig vársz ránk. Te jól látod szívünket, azokét, akik a templomban gyűltek most össze, és azokét is, akik a képernyők előtt követik az Isten tiszteletet. Talán nem túlzás állítani, hogy szívünk könyörgésekkel, vágyakkal, kétségekkel teli. Könyörgünk szeretteinkért, különösen azokért, akik betegséggel küzdenek, és akik a gyász fájdalmas terhét hordozzák.
könyörgünk továbbá egyházunkért. Egyházunkért, ahová a te kegyelmedből tartozunk, jöjjön bár könnyebb vagy nehezebb időszak rá. Atyánk, tégy minket Krisztus búza szemeivé, olyanokká, akik téged követnek és rólad tesznek tanúbizonyságot. Mutasd meg nekünk a te utad minden nap, hogy úgy szolgálhassunk, hogy abból lelki élet fakadjon. Oly könnyű eltévejedni, nem találni az irányt. Segíts minket Krisztus követésében. A békéért és a megbékélésért fohászkodunk még hozzád, mert túlságosan körbevesz bennünket a békétlenség. Mutasd meg nekünk a Jézusi perspektívát, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Szeretett énekünkkel fohászkodunk még hozzád, amely oly aktuális most is. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. A gonosztól óvj te meg, meg ne roncson engemet. Véreddel, mely el kifolyt, mosd le rólam, ami folt. Életútját megmutasd, én meg nem találom azt. Gyógyítsd meg sok nyavajám, enyhíts szívem bánatán. Kétség, gond, ha gyötrenek, biztasd nátszál hitemet. Van hatalmad rá, tudom, míveld édes Jézusom. Hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. Mennyei édesatyánk, milyen csodás mennyei fizika ez, a te szereteted, Urunk, mennél tovább osztjuk, annál több marad belőle. A te értünk hozott tökéletes áldozatod arra sarkal, hogy mi magunk is átgondoljuk, hogyan élünk kegyelmedből. Add, Urunk, hogy látszódjon meg életünkön a te szereteted. Bárcsak tudnánk a rosszat jóval viszonozni, bántás helyett adni jó szót, közöny helyett odafordulást, elutasítás helyett elfogadást. Add, Urunk, hogy ne elvekben imádjunk téged, hanem hétköznapokban, legjobban azokhoz fordulva, akik legközelebb állnak hozzánk. Így köszönjük meg előtte gyermekeinket. Köszönjük, hogy ma itt szolgálhattak közöttünk. Köszönjük a Pozsonyi út fészek melegét. Imádkozunk most azokért a gyerekekért is, akiknek nem jutott ilyen családi fészek. Különösen is imádkozunk ezekben a napokban a bántalmazott gyerekekért, a pedofília áldozataiért, akik még csak beszélni sem tudnak titkaikról. Akinek nincs pártfogója, Uram, te legyél pártfogója azoknak. Könyörgünk gyülekezetünkért, a drága Pozsiért, azokért, akik távolról követik hétről hétre közvetítéseinket. Könyörgünk minden magyar reformátusért végezetül, testvérgyülekezetünktől az erdélyi Farcáttól, Kárpátalján át, Sárospatakig, Debrecentől Budapestig. Adj tisztább szavakat, döntéseket, igeneket és nemeket. A megpróbáltatás napjait hadd használjuk, Urunk, arra, hogy bőjtben megtisztulva állhassunk húsvéti kereszted elé. Amen. Most gyertek, testvérek, fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanított imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. A 741. dicséret verseit énekeljük. Thank you.
Most már nem vagyunk adásban. Nagyon szépen köszönöm mindenki szolgálatát. Jó volt így együtt lenni a testvérekkel. Hadd köszönjük meg elsőjén a Duna Televízió munkatársainak a szolgálatát, odafigyelő munkáját, ami már 2 napja tart. Jól esik látni azt, hogy mindent megtesznek a hiteles közvetítésért. Köszönjük Ambrus Eszternek, hogy vállalta a szerkesztői, műsorvezetői feladatot. És aztán mindenki másnak is nagyon szépen köszönjük a szolgálatot a presbitérium nevében. Csodálatos, szép volt az orgonajáték Szotyori Nagy Gábor részéről. Még elhallgatnánk egy órán keresztül, lehet, hogy lesz itt repeta is. Köszönjük szépen neked, hogy mindig jössz, ha hívunk. Nagyon szépen köszönjük a kórus szolgálatát, a központi református kórus tagjainak az itt létét, a hálaadás kórus tagjainak a szolgálatát. Köszönjük Boginak ezt a csodaszép karnagyi munkát, és azt gondolom, hogy mindannyian nagyon-nagyon sokat kaptunk, nyertünk az éneklésből. És köszönöm a kedves testvéreknek, a szolgálóknak, a liturgiában a résztvevőknek, hogy itt voltak, és a megszólalással bizonyságot tettek. Nagyon köszönöm ezt Berkesi Gábor nagytiszteletű úrnak. Így volt jó, hogy az ő hangjával kezdődhetett a pozsonyi úti istentisztelet. Isteni a dicsőség mindazért, ami most itt közöttünk megtörtént. Köszönöm a testvérek figyelmességét is, hogy nagy számban vagyunk, hogy előre jöttünk, mert így egészen más az üzenete ennek az istentiszteletnek. Szeretném hirdetni azt, hogy a Reformátusok lapjában egy 2 oldalas hosszú cikk jelent meg rólunk. Nagyon jó ez a cikk, nekem legalábbis nagyon tetszik. Szerzője Hegedűs Bence, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Jövő vasárnapra hozunk még belőle, ha valakinek nem jutott, tud majd vásárolni. Hirdetem a szokott alkalmakat, hétfőn este 6 órakor és szerdán este 6 órakor tartunk bibliaórát. Pénteken a babamama papakör 10:30-kor kezdődik, az ifi pedig 17:30-kor. Március 3-án a ránk következő vasárnap kávézásra és bőti süteményezésre hívjuk a testvéreket. Köszönjük, ha valakihez édes vagy sós süteménnyel hozzájárul. Presbiteri döntés ez, hogy minden hónap első vasárnapján szeretnénk megnyújtani az együttlétet. Egy kis meglepetéssel is készülök, szeretnék röviden képekkel beszámolni isztambuli utunkról. Március 4-én tartjuk az ökumenikus világ imanapi alkalmunkat este 6 órakor a hétfői bibliaóra keretében. Várunk mindenkit szeretettel. Március 13-án, szerdán este 6 órakor Berkesi Sándor karnagy úr tart előadást Johann Sebastian Bach az 5. evangélista címmel. Csodálatos nagy élmény lesz ez, várunk mindenkit szeretettel. Március 17-én, vasárnap, az ünnepi hétvége vasárnapján pedig új presbiter testvéreink fogadalom tételére kerül sor. Az Úr áldja meg a gyülekezetet, és hadd kérjem, hogy végül fennállva énekeljük el köszönetképpen, áldás kívánásunkképpen a 134. Zsoltár 3. versét.
Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. A média klikken később megtekinthető lesz a felvétel.